Napfény, közelgő nyár és pihenni vágyó emberek. A nyaralás továbbra is központi helyet foglal el az emberek szabadságai között, hiszen a jó időt sokan próbálják kihasználni, hogy a munkát megszakítva kicsit feltöltődjenek. Persze ahány nyaraló, annyi úti cél. Vajon jut-e időnk a pihenésre? Ha igen, akkor itthon vagy külföldön töltődünk-e fel? Belföldi utak esetén egyre kevésbé jellemző, hogy a különböző irodák segítségével jutnának el nyaralni a győriek, viszont külföldi kirándulás esetén érdemes szervezett út keretében elérni a célországot. Nem tudom, az első irodák garanciát adnak arra, hogy a meghirdetett programokat persze bizonyos feltételek azok is lemondhatók, de garantálják a meghirdetett utakat, és ugye a meghirdetett árakon és a meghirdetett szolgáltatásokat teljesíteni kell. Nem mindegy, hogyha az ember megérkezik egy úti cél, akkor ott mivel szembesül, hiszen nagyon sokan egyénileg is próbálkoznak lefoglalni akár külön repülőjegyet, külön szálláshelyet, külön akkor transferszolgáltatást, kint nem fogja őket várni idegenvezető, és ami nagyon fontos egy nyaralásnak, hogyha bármilyen probléma adódik, egyrészt a kint idegenvezetőt is el tudja érni, hogyha utazási irodán keresztül utazik, másrészt, hogy az itthoni irodával is folyamatosan kapcsolatban tud lenni. A szakember elmondása alapján az utas létszám hasonlóképpen alakult az elmúlt években, és elmozdulás idén sem várható. Azonban hamarosan elérhetőek lesznek az akciós utak, amik továbbra is nagyon népszerűek a kikapcsolódni vágyók körében, csak úgy, mint a török riviéra, vagy éppen Görögország. A török rivieren nagyon jó szolgáltatások vannak a szállodákat illetően, illetve a gyerekek számára is nagyon jó kikapcsolódást tud nyújtani, sőt, nagyon sok helyen ugye magyar nyelvi programszervezés is van, ezért keresett, másrészt pedig elég kedvező árak is vannak a szolgáltatáshoz viszonyítva. Repülővel mindössze 2 hetet, ez is nem elhanyagolható szempont, hogy ilyen hamar ki lehet érkezni ezekre az úti célokra. Amit még megemlítenék, hogy keresett charter utakat illetően a görög szigetek és a görög szigeteken belül is, azok már kevésbé, nagyon sokan jártak ugye Krétán, Rodoszon, az már korábban is mentek, vagy akár Korfun, de megemlíteném mondjuk Zakintos vagy Kefalóniát. Stábunk arra is kíváncsi volt, hogy a győriek hol töltik a szabadságot, egyáltalán van-e lehetőségük, hogy kipihenjék a mindennapok fáradalmait. Tavaly például Spanyolországban voltunk, én előtte Olaszországban. Szeretnénk messzebb is, de hát ugye azok már költségesebbek azok az utak. Most babával meg majd itthon, aztán szerintem azért 1-2 évet várnunk kell, hogy mehessünk vele. A vakációzni vágyók körében népszerű úti cél még Szicília, Majorka vagy éppen Tunézia. Utóbbit főként azért keresik, mert kedvező áron juthatnak oda a szabadságukat töltők. Persze olyan győrivel is találkoztunk, aki itthon és határainkon kívül is szakít időt a pihenésre. A Balaton az mindenképpen, mert az szerintem az csodálatos. A Törökország meg szerintem a vendéglátás nagyon, nagyon szuper ott, úgyhogy én azt tudom ajánlani mindenkinek, de hát a Balatonon ugyanúgy. Hát itthon is vannak olyan szép helyek, úgyhogy nyugodtan lehet itthon is keresgélni szerintem. Akárhová is vezessen az útunk, ne felejtsünk el időben tájékozódni. Ha pedig kicsit messzebbre csomagolunk, akkor mindenképpen érdemes felkeresni egy utazási irodát, hogy zökkenőmentes legyen a nyaralás.